Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit a legújabb tech videóban, és ismételten egy ilyen best price videóval jövök nektek. Mostanában megszokhattátok már szerintem, hogy elég sokszor jövök nektek ilyen nagyon jó árértékarányú termékekkel, ez most sem lesz másképp, ugyanis találtam a Foramax jó voltából egy Xpert K500-as Spirit of Gamer nevezetű mechanikus billentyűzetet, ami abszolút a gamer kategória, minden olyan funkciója megvan, ami szükséges neked ahhoz, hogy gamerként megfelelően tud használni ezt a billentyűzetet. Nem mellesleg egyébként, most így előjáróba mondom, barna switches. Azért mondom, hogy barna switches, mert általában a barna switches mechanikus billentyűzetek nagyon-nagyon drágák. Az én barna switches mechanikus billentyűzetem zárójelben megfogalmazva 43.000 forint volt. Ez a billentyűzet, ez 13.000 forint alatt van. Ha online rendeled meg, azt mondom, a Foramax-tól, akkor 12.300 vagy 400 valamennyi. Szóval nevetséges ár egy mechanikus barna switches billentyűzetért, én azt gondolom. Úgyhogy hát kapva kaptam az alkalmon, és elkunyaráltam. Meg fogjuk nézni, le fogjuk tesztelni, és kíváncsi leszek a ti véleményetekre is, úgyhogy már most kacok, írjátok le kommentbe, hogyha nektek van ilyen billentyűzetetek, vagy szeretnétek-e ilyet, vagy használtatok-e ilyet, stb. Nagyon-nagyon fontos, hogy az ilyen tech videóknak a kommentjeiben legyenek ott a véleményeitek, hiszen ez alapján tudják a többiek is bekategorizálni a különböző videókat, illetve termékeket, úgyhogy írjátok le a véleményeteket, hogyha használtok-e ilyet, és nem mellesleg dobjatok egy feliratkozást, dobjatok egy lájkot már most a videó elején, hiszen csomagolunk, és egy nagyon-nagyon jó billentyűzetet fogunk kicsomagolni, úgyhogy tartsatok velem. Eléggé izgulok, megmondom őszintén, ugyanis ha megint tudtunk találni egy remek kis olcsó gamer billentyűzetet, annak én mindig nagyon örülök. És hát az előzetes utána nézéseimből kifolyólag úgy néz ki, hogy sikerült egyet találni. Na, hát akkor bontsuk ki, ez sincsen túlspirázva igazából, ezt is megszokhattuk már a különböző ilyen billentyűzeteknél, meg egereknél, meg fejhallgatóknál. Nincsen túlspirázva különösebben a doboz, de nem is kell, hiszen nem a dobozt vásároljuk meg, hanem a benne levő terméket, ezt soha ne felejtsétek el. Úgyhogy nem mindig kell olyan terméket venni, ami szarrá van csicsázva. Teljesen jó az, be van csomagolva a doboz, ott van benne a cumó, bőven elég. Na, hát első körben van hozzá egy billentyűzet kiszedőnk, illetve a gomb kiszedőnk, vagy a switch, ja, ezzel tudjátok kiszedni. Hát én ezt meg szoktam oltani általában kézzel. Van hozzá egy, három darab leírás, bocsánat, két darab leírás, wow, és vannak Spirit of Gamers matricák. Ezt megmutatom közelről, ezt talán érdemes látnotok. Így néznek ki, remélem, hogy van egy kis fókuszunk, please. Így néznek ki. Elég jó. Elég jó. Egyébként nekem nagyon tetszik a Spirit of Gamers logója, és mostanában egyébként egyre jobb cuccokat hoznak kifele, és egyre jobb árér, úgyhogy nem árt rájuk a későbbiek folyamán figyelni. Nem mondom azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon durván prémia márkáról van szó, nem, viszont egy olyan márkáról van szó, ami abszolút a feljövőben levő, megfelelő minőségben gyárt gamer cuccokat, és nagyon-nagyon jó áron. Szóval árérték arányba szerintem ez az egyik legjobb billentyűzet. Egyébként, ami jelen pillanatban a piacon van. 13.000-12.000 forintért barna switches billentyűzetet kapni nagyon-nagyon ritka. Egyébként, úgyhogy erre mindenképpen csapjatok le, mert ez tényleg jó. Ez tényleg jó. Nézzük a dobozáról annyit, hát gyorsan megmutatom. Látjátok, de majd be is fogom dugni, meg ki is fogjuk próbálni játék közben, mert hát a billentyűzeteket hogy érdemes kipróbálni, ha nem játék közben. Színes, szagos, különböző funkciókkal ellátott, szokásos hátulján leírás, illetve fénykép, úgyhogy nagyon nem kell magyarázni szerintem egy dobozt. A lényeg az egyébként is most jön. A csomagolása egyébként elég jó, egy ilyen kis műanyag, nem tudom milyen gumírozott, vagy nem tudom mi ez, ilyen védő burokba volt benne. Ez tök jó, mert nem ütődik hozzá, úgyhogy ha esetleg cipelni akarjátok a dobozt, akkor is tök király. Na, hát akkor lássuk a medvét. Wow. Oké. Mindig meg szoktam szagolni, nem tudom, hogy miért, de valamiért ez az új illat, ez nagyon jó. Hát így néz ki. Hát így néz ki, skacok. Megmondom őszintén, ez nekem így első körben egy nagyon-nagyon nagy pozitív csalódás. Hát a barna switchtől ugye vártuk, hogy nem a leghangosabb.
Nyilvánvalóan a mechanikus billentyűzeteknél azért használom ezt a nem hangos, nem a leghangosabb szót, mert a mechanikus billentyűzet egyébként is hangos billentyűzet, viszont a mechanikus billentyűzetek a legjobb billentyűzetek, ez köztudott. Na, hát akkor kezdjük el, kezdjük az elején. Ugye magyar billentyűzetről van szó, magyar billentyűzet kiosztású, bocsánat, és van egy ilyen csuklótámaszszerűséged, ami szintén egy tök jó megdizájnolt dolog, és szerintem az le is vehető, így is van. Három darab ilyen kis kapcsolódási pontja van a billentyűzethez, tehát hogyha te esetleg nem szeretnéd használni ezzel a billentyűzet tartóval, akkor csak simán le tudod akasztani. Én most nem próbálom ki, megmondom őszintén, mert nem néztem meg, hogy lehet ezt leakasztani, de szerintem ezt csak ki kell húzni, itt legalábbis nagyon úgy néz ki. Ja, valószínűleg csak ki kell húzni, de nem akarom erőltetni, mert nem vagyok benne 100%-ig biztos. A kiosztásáról ugye már beszéltem, magyar billentyűzet világít, azt nem tudom, hogy hány színben világít, az gyorsan megnézem itt a dobozon, mert általában rá szokták írni. RGB LED Blacklight, ez ugye az azt jelenti, hogy Backlight, háttérvilágítás, színes háttérvilágítása van, hát itt most nagyjából 1, 2, 3, 4, 5 színt látok, de szerintem ennél lesz tud többet is. Tudja, a nagyon-nagyon fontos, a billentyűzet kombinációkat, tehát egyszerre több gombot is le tudsz nyomni, abszolút érzékeli, van benne ilyen média, tehát rá tudsz állítani különböző média gombokat, illetve ami nagyon fontos, a makró. Ugye a makró az a dolog, amivel hogyha lenyomsz egy gombot, akkor valamilyen cselekvést visz véghez. Ez lehet az, hogy te lenyomod a K betűt, de lehet, hogy te beállítottad a makróba azt, hogy mondjuk a K betű lenyomásával írjon le mondjuk egy mondatot. Például. Vagy csináljon meg egy olyan dolgot, mint például a játékoknál mondjuk a jumpolás, tehát hogy ugrasz és mondjuk a C-t megnyomod. Ez az ugrok, guggolok egyszerre. Ezeket egy gombnyomásra be lehet állítani. Ami egyébként valljuk meg nagyon hasznos az FPS és egyéb játékokban. World of Warcraft-ban is iszonyat nagyon durván, Fortnite-ban is nagyon jó, úgyhogy a makrókat azért általában előszeretettel használják a játékosok, és általában azoknak előnyük is van, akik makrókat szoktak használni, úgyhogy a makró az nem egy rossz dolog. Akkor menjünk tovább a billentyűzettel. Itt láthatóak a különböző jelzések, de szerintem látjátok is. Van egy NUM padja, ami... Nem, hát ez a szokásos méret általában, viszont a billentyűzet így első ránézésre nem olyan nagy, sőt, eléggé picike. Nem azt mondom, hogy a nagyon-nagyon kicsi fajta, de nem is az a nagyon-nagyon-nagyon óriás, és jó a súlya. Én szeretem, hogyha egy billentyűzetnek nem az a nagyon-nagyon nehéz súlya van, viszont van egy bizonyos súlya, ez azért nagyon fontos, mert amikor leteszed például az asztalodra, és kiszedjük itt a kis lábait, leteszed stabilan, akkor nem az van, hogy fogod, és arrébb tudod lökni a billentyűzetet, hanem van egy bizonyos stabil tartása, ami azért, hát nem rossz, nem rossz, abszolút nem rossz. Úgyhogy, jó. A space az nagyon fontos, az itt egy kicsit keményebb, mint én megszoktam egyébként, viszont nem rossz, mert jobban kell lenyomni. Jó, oké. Első körben szerintem a tesztünkön átment, nem tudom, hogy látjátok-e, de a kábele az nem gumírozott, hanem szövet. Ami szintén király, hiszen nem tud majd rámenni a különböző székekre, nem tud nagyon beakadni, nem is nagyon törik. Szóval nekem a kábel az egyenlő a tartósággal. Illetve bocsánat, nem a kábel, hanem a szövet egyenlő a tartósággal. Szóval egyelőre jó, átment a vizsgán, megnézzük játék közben, hogy mit mutat, és hát mit is vennénk elő, ha nem a Fortnite-ot, mert ott rengeteg gombot kell lenyomni, úgyhogy nyomjunk egy meccset vele, és akkor utána mondom a szitut. Bedugtam, srácok, és el is kezdett világítani, nem tudom mennyire látjátok, hát azért valamennyire látszik, nagyon jó, picit most sötétebb van, de jobban is látszik. Szóval különböző funkciók vannak, ezeket az FN és az 1-2-3-4 lenyomásával tudjátok elérni. Nagyon jó. És ezeket manuálisan be fogjátok tudni állítani, hogy mondjuk melyik világítson. Tehát különböző funkciókat tudtok neki betenni. Nyilvánvalóan ezt akkor szokták mondjuk csinálni, amikor azokat a gombokat világítjátok meg, amiket mondjuk használtok éppen. Nagyon jó. Nagyon király. És most az egész világít. Egyelőre oké, és visszakapcsolom a villanyt, és megyünk Fortnite-ozni. Na itt is vagyunk a játékban, Tim Rumble-t fogok most menni. Úgyhogy első ránézésre egyébként a billentyűzet az abszolút jó, stabil. Nézzük meg, hogy játékban mit mutat. Viszont jó lenyomni a gombokat. Nem az a
az a nagyon-nagyon puha gomb, hanem kicsit keményebbek a gombok. És olyan, olyan stabil érzeted van, nem tudom, hogy hova menjek. Úgyhogy leugrunk ide. Nagyon jó, világít egyébként. Egyelőre abszolút pozitív csalódás ez a billentyűzet. És hát nem mellesleg reagál mindenre, amit szeretnék. Ami azért nem hátrány, valljuk be őszintén. Picit kisebb a billentyűzet, mint az enyém. Kisebb a távolsága. Ez mondjuk nem rossz, mert ezen például, aki mondjuk az F1, F2, F3, F4 billentyűzetekkel épít, annak is bőven elérhető egyébként. Kilőjük magunkat az új ágyúval? Hát szója. Van itt láda. Ó, mennyi kincs. Grappler! Bent van a Team Rumble-ba a Grappler. De jó! Ó, ott ami jelen felül. Az jó. Juhuu, de sokan! Így el! Hova bújtál, fiú? Hol a gyerek? Nem látom annyira izé! Jézusom, már össze volt minden kavarodva, és csak megúszta a srác. 38 fejre! Ajj, Fortnite, én így szeretlek! Na itt is lenne is kacok, hát végignyomtam egy Fortnite meccset ugye ezzel a billentyűzettel, illetve azóta még játszottam egyet-kettőt, és a véleményem pedig a billentyűzetről teljes mértékben pozitív. Mechanikus billentyűzet, nagyon jó a gomb lenyomása, tehát nem az a nagyon, tehát nem az, hogy hozzáérsz és lenyomódik, meg kell nyomni egy picit, szokásos ugye mechanikus billentyűzeteknél, tehát olyan érzéssel kell csinálni, iszonyat jó, nagyon kényelmes, ez a támasz, ez teljes mértékben jó, pihenteti a csuklómat, én le se szedném egyébként, le lehet szedni, de szerintem teljesen fölösleges. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ismételten sikerült találni egy olyan olcsó mechanikus billentyűzetet, ami megfelelő minőségű, és bátran tudom nektek ajánlani. Ez abszolút ez a kategória, nézzétek meg, skacok, live-nak a, vagy videónak a leírásában ott van a link, csekkoljátok le, Foramax, ha online vásároljátok, akkor 12.000, nem tudom, 400-500 forintért meg lehet vásárolni, ami egy barna switches mechanikus billentyűzetes kacok, nem pénz. Na hát srácok, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha tetszett, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és ne felejtsetek el dobni egy lájkot, én pedig nem sokára jövök majd egy újabb videóval, vagy egy újabb live-val, ki tudja, sziasztok!